énekes. Zenés. És táncos produkciókat is láthattak azok, akik ellátogattak a Kodály Talent elnevezésű rendezvény döntőjére. Dia például már gyermekkora óta táncol, így a versenyre erdélyi magyar tánccal készült Olár cigány zenére. 10 éves korom óta családtagban így nőttem fel, hogy édesapám is zenélt, és én is csatlakoztam ehhez a műfajhoz. Aztán a későbbiekben általános iskolában néptáncoltam egészen 8 évig, mellette elég sok tánccal foglalkoztam. Viszont bekerültem a Gandhi gimnáziumba ide Pécsre, és 2 tanár karolt fel, és velük együtt táncoltam, ahogy koreográfiát a többi táncos társammal, úgy szólót. A népi kultúra ápolása több diák számára is fontos. Virág egy magyar népdat választott a döntőre. Korom óta éneklek, óvodás korom óta. Most egy széki dalt énekeltem, az A Pünkösdi Rózsa című dalt. Ehhez van tehetségem. Igazából mást is szívesen éneklek, csak ilyen beállítottságaim vannak már, és kicsit nehezebb. Az idén második alkalommal megrendezett tehetségkutatóban pécsi kollégiumokban lakó tanulók vehettek részt. Fontos tudni, hogy ez egy minősítő verseny már, tehát nincs első, második, harmadik helyezett, csak arany, ezüst és bronz minősítéseket osztunk ki a mai este folyamán. 4 kollégium szervezésével jött létre ez a mai Kodály Talent, a Gandhi kollégium, a Református kollégium, a Ciszterci kollégium és mi a Kodály Zoltán kollégium diák önkormányzata fogtunk össze. Amikor engem megválasztottak kicsivel több mint egy éve, akkor 2 fontos célt tűztem ki magam elé, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy a jótékonykodás és a tehetséggondozás a mi kollégiumunk diák önkormányzatának elsődleges célja. És tavaly, ugye, amikor először összehívtuk ezt a Kodály Talentet, akkor a tehetségek felkutatása, ápolása volt a cél, és ezt folytattuk idén is. Minden kollégium saját maga rendezte meg az elődöntőt, és onnan jutották tovább a legjobb 5-6 versenyzőt ide most a döntőbe. A minősítő elismerés mindenképp pozitív megerősítés a tanulók számára, tette hozzá Horváth Norman. Szerintem egy elismerést, egy visszajelzést arról, hogy a munkájuk, a tehetségük, az, ami bennük rejlik, és az az érték, amit ők közvetítenek, az fontos, és jó, és nagyon-nagyon-nagyon pozitív. Én fontosnak tartom megköszönni mindenkinek a munkáját, akik ebbe a talentbe segítettek, a diák önkormányzatunknak, a szervező kollégáknak, és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ma itt lehessünk. A 14 döntős produkciót egy 4-tagú zsűri értékelte. A bírák között foglalt helyet a tavalyi verseny győztese is, aki zongora játékával értemelte ki a díjat. Tavaly beneveztem erre az elsőként megrendezett versenyre. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz, nem gondoltam egyáltalán, hogy nyerni fogok. De hát így alakult, hát nagyon örültem neki elsősorban, és idén is szerettem volna jelentkezni, de nem engedtek, mert hogy valószínűleg megint csak nyertem volna. Úgyhogy most így tudok helyet foglalni a zsűri közt. Nagyon szoros volt egyrészt, de annyira nem volt nehéz a döntés, mert azért szembetűnő, hogyha valaki nem teljesít olyan jól,
A többi produkció majd ami lesz, én nagyon sok reményt fűzök a sajátjaimhoz elsősorban, mert mindegyik, mind a három nagyon tehetséges, és sokat dolgoztunk együtt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi maradt meg nekik. Nekem lesz egy zongorista lányom, lesz egy zongorista fiúm, aki énekelni is fog, és lesz egy gitáros lányom, aki hozzá fog énekelni egy saját dalt. Ő írta.